We were made to be courageous. We were made to lead the way. We could be the generation that finally breaks the chains. We were made to be courageous. We were made to be courageous. We were warriors on the front lines, standing unafraid. But now we're watchers on the sidelines while our families slip away. Szeretném, hogyha tudnátok, hogy az, amiben itt részesültetek, az egy kicsit egy burkot képezett rajtatok és a külvilág körül, és tudnátok azt, hogy az életben sokkal több nehézség vár, mint itt, és ott nem lesz, aki megvédjen, egyedül lesztek, szülőktől, távol, tanároktól, távol, akiket jól ismertek. És szeretném, hogyha sikerülne a tervetek, és oda kerüljétek, ahová álmaitok és vágyaitok hajt, de ha mégse úgy jön neki, tudjátok azt, hogy ebben Istennek az akarata van, és ő neki máshol van terve veletek. Emiatt ne szomorkodjatok, én úgy gondolom, hogy az, aki erős a hitben, az bárhová kerül, tudja, hogy Isten útja oda vezet. És ezt szeretném, hogy mindig eszetekben legyen, amit itt kaptatok tőlem, hogy az első mindig az Isten iránti elkötelezettség. Kedves végzősök, hát utoljára mit is kívánhatnék nektek? Biztosan azt gondoljátok, hogy ennyi évesen már tuti tippem van az életre nézve. Pontos receptet tudok nektek mondani a jövőtökkel kapcsolatban. Nagyon tévedtek. Ahhoz, hogy elérjétek célotokat, mindenkinek a saját útját kell ezt bejárnia. És saját akadályokat kell ezt legyőzni. Kívánom, hogy úgy éljetek meg minden napot, hogy amikor majd visszatekintek, ne kelljen meg bánnatok semmi, legyetek nagyon boldogok. Csak ennyit kívánok nektek.